A Kátai program befejeződött. A programzáró rendezvényre 2012. november 26-án 10 órakor került sor a Kátai Gábor Kórházban, ahol megjelent Varga Mihály miniszter, a térség országgyűlési képviselője, dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Szócska Miklós az Emberi Erőforrás Minisztérium egészségügyért felelős államtitkára, dr. Török Krisztina, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet főigazgatója. Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke, Dobos László, Karcagváros polgármestere, Gyurcsek János, Kovács Szilvia alpolgármesterek, valamint a képviselőtestület tagjai és a kórház dolgozói. A Kórházfejlesztés a nagykunságiak egészségéért című projektzárón elsőként dr. Nagy Mihály, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója lépett a mikrofon elé. Tisztelt vendégek, kedves kollégák, kedves kivitelezők és beruházásban résztvevő kollégák, munkatársak. A Kátai Gábor Kórház életében egy igen jelentős két év van mögöttünk. 2010-ben indult egy TIOK 224 projekt, amely gyakorlatilag a Kátai Gábor Kórház megújhodásának harmadik nagy lépcsőfoka volt. Miről is szólt ez a nagy projekt? Ez elsősorban a szakrendelői betegellátás területén az építészet, a labor, a központi képalkotó diagnosztika és ennek a nagy részeként a CT laboratórium, vagy a CT vizsgálóhelység, az intenzív terápiás osztály, a patológia és a beteg behívó rendszerünknek a kiépítése, felépítése történt. Természetesen itt az élet nem áll meg, további terveink is vannak. Ez majd a rehabilitációs pályázat lesz, amelyben a pszichiátriai épületet kell megújítanunk. És hát nyilván, ha valaki szétnéz a házban, akkor látja, hogy még az építészetben kevés elmaradás van, de mindenképpen a fő betegellátó helyeink most már azt tudom mondani, hogy megfelelnek a 21. századnak. Köszönjük szépen a betegeinknek. Köszönjük, hogy elviselték ezt az építést, elviselték ezt a kalamajkát, ami itt volt, a malteros vödörtől a mindenféle egyéb eszközökig, de én úgy gondolom, hogy elsődlegesen ezt nekik építettük. Azért, hogy majd amikor a szükség ide kényszeríti őket, akkor valóban 21. századi módon el tudjuk őket látni. Dr. Török Krisztina, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet főigazgatója a beruházás különlegességét hangsúlyozta beszédében. Az, hogy ez a beruházás először a 224-es struktúraváltások közül most átadásra kerül, az egy nagyon különleges élmény számomra. Különleges azért is ez a beruházás, mert ennek az intézménynek több mint a kétharmad részében eszközfejlesztésre fordítódik ez a forrás, ami annyit tesz, hogy azt gondolom, hogy a gépműszerpark megújul, mindenképpen egy 21. századi digitális technikával lesz felszerelve az intézmény, ami nem csak az infrastruktúrális kubatúrájában, hanem a szakmai megfelelőség felé is viszi az intézményben ellátott betegeket, illetve az ellátás minőségét magát. Varga Mihály arról beszélt, hogy mi okozta a tulajdonosváltást. Ennek a kormánynak egy világos célja volt az, hogy a meglévő, elindult helyi, vagy akár országos szintű fejlesztéseket tovább folytassa, és ha van arra mód, ha van arra energia, erőforrás, akár hazai, akár uniós forrásból, akkor ezeket a fejlesztéseket tovább vigye. Úgyhogy ennek a jegyében telt el az elmúlt két esztendő is. Főigazgató asszony felvillantotta ennek néhány elemét. Én azt gondolom, hogy a következő másfél-két esztendő is arról fog szólni, hogy az intézmény átvétel és a tulajdonosváltás után ezek a fejlesztések ne álljanak meg, és ne maradjanak félbe, hanem folytatódjanak, hiszen itt Karcagon is még látjuk azt, hogy a elhalasztott 40-50 éves elmaradásnak milyen részeit kell még pótolni. Ha már a tulajdonosváltást említettem, azért egy mondatot hagyd tegyek ehhez hozzá, hiszen a karcagi önkormányzat az elmúlt években a jó gazda gondosságával járt el a kórházzal szemben. Világos volt azonban, hogy hosszú távon egy 20 000-es város nem tudja olyan módon működtetni és fenntartani ezt az intézményt, amire egy 125 000-es vonzáskörzetű területnek szüksége van. Ugye ismerik jól a körzetnek az adottságait, tudjuk jól, hogy a környékbeli települések, Merekfürdő, Kumadaras vagy mások
milyen anyagi forrásokkal rendelkeznek. Ezért szerintem nem hátrány, hanem előny származott abból, hogy ez a váltás megtörtént, hiszen az állam tudja hozzátenni azokat a fejlesztési forrásokat, amelyekkel ezek a beruházások biztonságosabban valósítottak meg. Dr. Fazekas Sándor azt hangsúlyozta, hogy fontos pillanat érkezett el, hiszen új radiológiai berendezéssel és CT-vel gazdagodott a Kátai Gábor kórház. Szívből gratulálok ehhez a rendkívül fontos projekthez, ahhoz a beruházáshoz, amely most zárul. Fölírtam, hogy ez egy 1,5 milliárd forintos program, rendkívül jelentős a kórház életében, és a nagysága mutatja azt a város életében is egy kiemelkedően fontos fejlesztés. Szeretnék gratulálni mindenkinek, aki részese volt ennek, az önkormányzatnak, illetve korábbi önkormányzatoknak is, hiszen az előkészítés az jó pár évvel ezelőtt kezdődött. A kórház vezetésének, az itt dolgozóknak, a kivitelezőknek, az Integra Consultingnak, amely bonyolította ezt a beruházást, és mindenkinek, akinek a kezem munkáját most láthatjuk az épületen, az itt elhelyezett műszereken, gépeken, berendezéseken. És amikor ezt a beruházást méltatjuk, akkor azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ez már a harmadik lépés volt a kórházi fejlesztések sorában. Annak idején 2000 környékén indult az első rekonstrukciós ütem, és tudtuk valamennyien, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. Úgy kell a kórházat felújítani, modernizálni, hogy közben a betegellátásra is szükség van, a szolgáltatásokat biztosítani kell. Szócska Miklós, az egészségügyért felelős államtitkár arról beszélt, hogy az egészségügyi rendszer átalakításakor milyen szempontokat vettek figyelembe. Annyit nagyon fontos elmondanom, hogy amikor az átalakításokat, a rendszer újra szervezését végig gondoltuk, akkor megnéztük a hozzáférési idő, a betegutak, a bonyolult ellátások betegútjait Karcagon túl, és igazából azt láttuk, hogy itt egy ellátóhelyre szükség van, és akkor az, hogy egy ellátóhely milyen színvonalon működik, és milyen minőségben látja el a helyieket, a kistérségből érkezőket, az nagyon nem mindegy nekünk, tehát mi abban vagyunk érdekeltek, hogy Karcag működjön, jól működjön, és jó minőségben lássa el a polgárokat, akik ellátásra ide jönnek. Az ünnepi beszédek és a Kátai Medisong műsora után került sor a nemzeti színű szalag átvágására, mely mozzanattal a prominens személyek átadták a nagykunságiaknak a megújított Kátai Gábor kórházat. Az 1968-69-ben átadott karcagi Kátai Gábor kórház épületének felújítása az első polgári kormány határozata alapján 1999-ben kezdődött. 1999 és 2003 között a felújítási munka első, 2004 és 2008 között a második üteme zajlott le. Karcagváros önkormányzata, a Kátai Gábor Kórház és a Strukturális Alapok Programiroda vezetői 2010. szeptember 7-én írták alá a Kátai Program Kórházfejlesztés a nagykunságiak egészségéért című pályázat támogatási szerződését. A feladatok kivitelezése, vagyis az évtizedes kórházfelújítási munka harmadik üteme 2010. október 1-én kezdődött. A program célja a régi rendelőintézeti szárnyban lévő központi laboratórium teljes felújítása, a radiológia és a képalkotó diagnosztika helyiségeinek kialakítása, az ehhez kapcsolódó műszerpark korszerűsítése, megújítása, CT-berendezés beszerzése és munkába állítása, a patológia, a központi sterilizáló modernizálása, az intenzív osztály műszer és berendezés cseréje, a járóbeteg rendelőben új, modern betegirányító rendszer kiépítése és az energiaellátás modernizálása volt. A szakrendelői épület belső átalakításával lehetőség nyílt arra, hogy a laboratórium mellett a radiológiát is a földszinten helyezzék el. A radiológia elköltöztetésével az emeleten újabb rendelők kialakítására nyílt lehetőség. A labor felszerelését és berendezéseit korszerűbbek váltották fel, amivel bővült az itt végezhető vizsgálatok köre.
A 2012. december 31-én lezáruló beruházás megteremtette a 21. század elvárásainak megfelelő betegellátás és egészségügyi szolgáltatás alapjait Karcagon a Kátai Gábor Kórházban.